Korályos térkép. Átszállhatok a H7-es térkép. The next stop is Korályos térkép. Hello. Change here. Because the railway line H7. Merre mész? Munka megbeszélése. És te mit csinálsz itt van? Hazajöttem. Végleg? Két hete. És jó volt. Aha. Hol szállsz le? Itt a Borános. Elkísérletlek? Szaplatok valamire. Még jógázom. Hát így próbálok a jelenben maradni, ugye a jelenben élni, hogy nem erengek állandóan a múlton. Jól nézel ki. Kösz. Igen, sejtem mennyire. Itt a fogam, szóval, na mindegy, csak jelzem, hogy az nem rágó gumi, amit ott látsz, hanem a doki elcseszte a fogamat, és egy ilyen guzman csatolt be a helyére átmenetileg. Komolyan? Tényleg ez történt, ott ülök a székébe, fúrja faragja a fogamat, letörünk belőle egy darab. És mindez egy órával az lett, hogy véletlen összetaláltozunk. Szeretjük. És milyen volt Norvégia? Jó volt. Lejelentkeztél Facebookról, semmit sem lehetett róla tudni. Inkább lejelentkeztem, mint hogy letöröljem a közös képeinket. Mondjuk én inkább letöröltem őket. Igen, azt még láttam. Bocs. Semmi. Na jó, de mielőtt letöröltem volna őket, lementettem egy külön mampába. Na, és hogy nevezted el? Csongi. Semmi bogár? Semmi bogár. Na, de milyen volt Norvégia? Lediplomáztál, vagy befejezted a sulit, vagy? Jó volt, csak kicsit zárkozottak az emberek. Na jó. Zárkozottak az emberek. És egy idő után is kezdtem magamon észrevenni, hogy befele figyelek, vagy foglalkozok azzal, mivel másokkal, és ez a kis orszem, ez a szöszmöty, ami én vagyok a világegyetemben, ez mint egy ilyen óriási vattacukor, megduzzad, bekúszik a szemem elé, elhomályosít mindent, és már képtelen vagyok olyannal látni a dolgokat, mint amilyenek valójában, és ez szar. Ez finom kész vattacukor. Ez nagyon jó. Ez honnan van? Titkos. Ismerős az íze, mint ha most adtam volna. Na, jó van. Na, elég lesz, mert elveri a gyomrod. Norvégiáról beszéltünk, mesélj még róla. Kézed van egy olyan törvény, hogy a megműveletlen földekre szabadon be lehet menni sáfrezni, és körbe kempingeztük Norvégiát. Ezt a Tromszőbe voltunk, akkor láttam a sarkifényt. Iszonyat jól nézett ki, zölde meg illencikázott az ég, és akkor végre nem gondoltam rád. Csak annyit, hogy ez kár, hogy nem együtt éljük át, de egyébként nem. Egyébként meg ennyi. Aztán meg gyöngéden átkövelted Karint vagy Ingridet, és finoman megcsókoltad. Tudtad, hogy anatómiailag lehetetlen, hogy egy disznó felnézzen az égre? Mit beszélsz? És ez külön szal a norvég disznóknak, akik felett otthon a sarkifény, és nem nézhetnek fel. Úristen, de így vagy. Nem változtál semmi. Ez se sokat. Leszámítva az a rágó, mint hogyha nem lett volna. Na, ülje. Erre vagy kérre. Mit jelent? Szép vagy. Te ezt Ingrid tanította? Aha, de te tényleg szép vagy.
Na és veled mi volt? Mi történt? Mióta elmenekültél? Mióta kirúgtál? Mióta szakítottunk? A gyerekekkel foglalkozom. Ilyen animációs foglalkozásokat tartok kisiskolásoknak Budaörsön. Itt van egy egyesület, aki ilyen szociális művészeti projekttel foglalkozik, és felkértek engem, én megcsatlakoztam hozzájuk. Ez tök jól hangzik. Az van, tudod, hogy valahogy, szóval amikor ott vagyok, és látom meg, igazából megtapasztalom én is, hogy mit jelent neki kiszakadni abból a közegből, ahonnan jöttek, és beleszabadulni a fantázia világába, ahol világokat teremthetnek, a saját világukat, amiben lehet, hogy annyi történik, hogy a medve fölmászik a fára, a sas meg elrepül fölött, és így rátolik a fejére, vagy és közben ilyen villózó, cikázó fények vannak, mindegy, szóval, hogy bármilyen hülyesség, de az, amikor létrejön az, amit megszületik, amit ők képzeltek el, ők rajzoltak meg, ők álmodtak meg, ők vágtak ki, festettek meg kockáról kockára, akkor valahogy mindig azt érzem, hogy ez az első lépés annak a felismerésére, hogy... És mi van? Semmi, csak... Hátszatok egy puszit. Na, az arcodra. Na, nekem muszáj mennem. Ki akkor? Szia! Régi számod meg van még? Nincs! Prima Nimán, ott leszel?